Nagyon szép jó napot kívánok mindenkinek, aki velük tart ezen a délutánon. Ó, Krácsó! Hát mit csinál? Ezt hogy csinálta? Te jóságos ég! Hát mit kaptál el magadtól, öreg? Na nézzük, az utolsó futam 2015-ben. Ki lesz a világbajnok Valenciában? Lorenzo jól kapta a rajtot, és Márquez keményen jön be ott Espargaró elé, és Rossi kiválóan rajtol, soha nem látjuk ilyen jó rajtolni szerintem a doktor. Szenzációsan jött el onnan az utolsó kockáról. Látjuk mekkora volt a differencia az előző körben, és megint valami hasonlót produkál Dani Pedrosa. Pikáns lesz az utolsó kettő kör. Nem gondoltuk volna akár csak 5-6 körrel ezelőtt sem, hogy ez lehet a helyzet, de lehet még izgalmas a helyzet. Valentino Rossi tényleg messziről nézi, hogy mi történik az élen, de még itt változhatnak a dolgok. Jorge Lorenzo egyáltalán nem lehet nyugodt akkor, amikor megkezdődik az utolsó előtti kör a valenciai nagydíjból. És Marc Márquez megérkezik az első kanyarban. Közvetlen Lorenzo közelében, és Pedrosa is egyre közelebb lopózik hozzájuk. Sőt! Dani Pedrosa lesz lassan, akitől igazán tartania kell majd a Yamahának. Kicsit elfékezi magát, de jobban gyorsulott ki a következő kanyarban. 1.36-7-et ment gyakorlatilag az előző körben Pedrosa, fél másodpercet vert mind a két él lovasra ott előtte. De fog-e tudni időben előzni még Pedrosa, hogy akár Lorenzo után is megeredhessen? Teljesen együtt az első három helyezett, egészen elképesztő zárása lesz ennek a futamnak. Pedrosa pedig már nézi a lehetőséget, hogy a Márqueznek is mennie kell, mert nincsen más választása. Na mi lesz ebből? Pedrosa nagyon jól gyorsít ki, bejön Márquez mellé, megcsinálja az előzést. És megelőzi Márquez Dani Pedrosa, mert most már Lorenzo után, de Márquez már is vágna vissza a csapattárs mellé, de nem tud! Dani Pedrosa most már lassan Lorenzót nézheti! Márquez visszavág a csapattársnak, Lorenzo pedig ezzel fellélegezhet valószínűleg! Bő egy kör van hátra a versenyből! Márquez most gyakorlatilag Lorenzónak bekkel! Valentino Rossi a negyedik helyen. Lorenzo vezet, Márquez pedig az utolsó kanyarba érkezik a Yamahás mögött. Dani Pedrosa alaposan lemaradva, azt hiszem, hogy innen kezdve nincsen remény. Márquez még azért lehet, hogy megpróbál egy előzést a legvégén. Megcsúszik a Honda, és ezzel eldőlt minden. Jorge Lorenzo érkezik a célegyenesbe, és ebben a pillanatban ő a 2015-ös MotoGP világbajnok. Először vezet egyedül ebben a szezonban a táblázaton az utolsó futam végeztével. I've been
Ezekkel a képekkel pedig azt hiszem, hogy a mi részünkről nincsen más hátra, mint hogy elbúcsúzzunk önöktől a viszontlátásra.